Üdvözlöm Önöket! Október 12-én nyílt meg a Zentai Városi Múzeumban Válságban élni Hamvas Béla 120 című kiállítás, amely a 120 éve született magyar író és filozófus Hamvas Béla életének és munkásságának legmeghatározóbb pillanatait tárja közönség elé. A Válságban élni Hamvas Béla 120 című kiállítás Hamvas Béla máig élő gondolatait kívánja eljuttatni a különböző látogatói rétegekhez, annak reményében, hogy az életében mellőzött, sokat nélkülöző és csak a halála után elismerté váló író szélesebb körben is méltó fogadtatásra talál. A kiállítás létrejöttének előzményei hosszú évekre nyúlnak vissza. 2003 és 2013 között szabad egyetemi előadásokat szerveztünk az Arcet Vita Alapítvány központjában, és itt nagyon-nagyon sikeres előadás sorozatot sikerült összehozni nagy látogatottsággal. És lelkesedésünkben elhatároztuk, hogy azt, amit képviseltünk a szabad egyetemi előadások során, azt a felépítést, azt megpróbáljuk megjeleníteni tablókon, és valahogyan olyan anyagot összehozni, ami irodalmi kiállítás ugyan, de emészthető, olvasható, és az átlagember számára megközelíthető. A tárlat ennek jegyében sajátos módon dolgozza fel a 120 éve született író és filozófus életét és munkásságát. Pannók láthatók itt, illetve a használati tárgyaiból a vitrinekben megtekinthető különböző eszközök, tárgyak, valamint könyvek, illetve kézzel írott jegyzetek is. Megpróbáltuk a szerb kultúrkörbe is bevonni a kiállítást, ugyanis a citátumokat, idézeteket, forrásszövegeket lefordítottuk szerb nyelvre, illetve vannak palackposta üzenetek, amelyben magyar nyelven és szerb nyelven is kihúzható különböző üzenetek, idézetek Hamvas Béla műveiből. Ugyanakkor található benne egy labirintus, egy útvesztő, amely fontos, szimbolikus fogalma, központi fogalma a Hamvas életműnek. A háta mögött látható tarotkártyák is fontosak, mind a regényeiben, mind a filozófiai írásaiban. Ugyanakkor a pannókat úgy rendezték el a kiállítók, hogy egy labirintus-szerű útvesztőt jelentsen meg, sőt egy ágyat is imitáltak, illetve hoztak létre, amelyre le lehet ülni, le lehet feküdni, olvasni lehet a Hamvas alkotásokat, vagy a kísérő programot, úgyhogy szerintem egy nagyon fontos, egy hiánypótló kiállításról van szó, interaktív kiállításról, amely a magyar, és reményeink szerint a szerb nyelvű közönséget is megszólítja. A labirintus-szerű felépítés nem csak fizikai értelemben kínál lehetőséget az útkeresésre, hanem lelki értelemben is. Konkrét labirintust fektettünk a földre, amely labirintus egy valóságos francia templombéli labirintus, amely bejárható, amelyet állítólag használtak is a régi időkben, mégpedig oly módon, hogy mire az ember végigjárja a templom csöndjében a labirintus egészét, majd elindul visszafelé, addigra gyakorlatilag a saját bensőjében leestromozhatja a helyes és helytelen gondolatokat, cselekedeteket, tehát egyfajta szembesülés lehetőségét biztosítja. Hamvas életműve is valami hasonló, mert Hamvas életműve állásfoglalásra késztet, megszólít, szembesít önmagammal, néha fölbosszant, és azt mondom, hogy de hát ezt nem te találtad ki, ezt már más is mondta, de mégis egy olyan csodálatos szintézis, egy olyan összegzés a Hamvasi életmű, amely nem kikerülhető és nem megkerülhető. A kiállítás megálmodói igyekeztek minél teljesebb képet adni az író életének és munkásságának legmeghatározóbb momentumairól. Kezdeti útkereséstől, az önvallomáson keresztül, a válság problematika, a hagyomány problematika, a realizálás problematikája, a kereszténység kérdésköre, a regény elmélet kérdése, a művészethez való viszony, a humor és a derű, ez mind egy tablót képvisel, és a tablók két oldalát végigjárva, kommentekkel ellátva, valamint az olvasást könnyítendő néhány személyes tárgy fotójával, gyakorlatilag azt gondolom, hogy leképezi a Hamvas életmű egészét ez a labirintus anyag. A
Hanvas Béla gondolatai az évtizedek során mit sem veszítettek érvényességükből, máig fontos üzeneteket hordoznak. Az ember véleményalkotását mindig meghatározza az, amilyen kontextusban gondolkodik. Én tanár vagyok, és mindig azt kutattam, hogy hol van az a hiteles életmű, amely tudósít a normális emberi alapállásról. Hol van az az életmű, amely nem csak fecsegés, hanem tényleges, realizált, tiszta élet. És Hanvas életműve és Hanvas élete szavatolja, hogy létezik ilyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenete az, hogy mindegy, hogy milyen körülmények között vagy, mindegy, hogy ki vagy, ember vagy, és emberként légy tisztességes, adj formát az életednek, nincs felmentés, nem lehet korszakra, körülményekre hivatkozni. Minden azon múlik, hogy milyen formát ad az ember a saját életének. Tehát ez olyan Kierkegaardi alapállás, ami, vagy ha úgy tetszik, Kierkegaardi Nietzschei alapállás, ami igenis tanítható és üzenet a mához. A mai kiállításnak az üzenete 21. századnak, hogy itt vagyunk, megmaradunk, és Hanvas Béla olyan gondolatokkal volt a múlt évszázadban, a múlt évezredben, amely máig érvényes a mai ember számára is. Olyan fontos gondolatokat fogalmaz meg a megmaradás, az itt lét, a továbbélés, ezeket, amelyeket mai köntösben is aktuálisak. Hanvas Bélának az élethez való hozzáállása, az életnek a kezelése, az életvitele komoly példát jelent a mai fiataloknak, és nem csak a fiataloknak, hiszen a mai bizonytalan világunkban nagyon fontos ez, hogy mindenki számára, ha Hanvas Béla életművéből bármelyik kötetet elővesszük, bármelyik gondolatot olvasok, mindig megtaláljuk az aktualitását, úgy a fiataloknak, úgy a közép és úgy az idősebb generáció számára. Hanvas Béla művei ennek köszönhetően nem csak magyar, hanem szerb nyelven is igen nagy népszerűségnek örvendenek. A 90-es években a szerb kultúrában Szava Babic volt az, a belgrádi filológiai kar tanár, aki átültette szerb nyelvre a Hanvas alkotásokat, és többen mondták, hogy ez azt hitték, hogy a tanárúrnak az alkotásai, de nem, ezek fordítások, és nagyon nagy népszerűségre tett szert a szerb közönség körében. A magyar közönség viszont nem ismerhette a 60-as, 70-es, de a rendszerváltás, sőt, a 80-as években szamizdat formában kéz alatt terjesztették, olvasták, ott is egy rajongói kör alakult ki, aztán a rendszerváltás után a könyveit folyamatosan kiadták, olvashatják. Sajátos az alapokhoz, az alapálláshoz, az origóhoz, az eredethez való visszatérés hangsúlyozza, és a szent könyveknek a tanításait értelmezi, és próbálja az ember személyiségére, életére alkalmazni, és ezt a szót és a tettet együtt próbálja megvalósítani. A válságban élni Hanvas Béla 120 című kiállítás november 9-éig várja az érdeklődőket a Zentai Városi Múzeumban. Azt követően pedig a Kárpát-medence egyéb helyszínein is igyekeznek majd bemutatni az Asset Vita alapítvány illetékesei. Ötödik alkalommal vette kezdetét a Befemon, azaz az Óbecsei Monodráma Fesztivál. 4 nap alatt 7 előadást láthatott a közönség a Városi Színház színpadán. A rendezvény az idén tematikus volt, monodrámaikkal, nagy művészek előtt tisztelegtek a színészek. Its name is Maggie, before I had been standing there a minute, I heard a voice call, good day Maggie, good day. A horvát Ozren Grabarić előadása a Gogol műve alapján színpadra állított egy őrült naplója nyitotta meg szerdán este az 5. Befemont, azaz az Óbecsei Monodráma Fesztivált a Városi Színházban. A közönség rendkívül hálás azért a lehetőségért, hogy 4 napon át kiváló hazai és külföldi művészek lépnek fel a városokban.
Szerintem egy csodálatos alkalom, hogy egy ilyen kisebb közösség, kisebb községben is ellátogat a kultúra, és nagy ajtón jön be a színházi élet a mindennapi hétköznapjainkban. Jako sam ponosna na veče i gradsko pozorište što održava se već peti put ovaj festival, uredno dolazimo svake godine. A fesztivált Tanya Boskovics színésznő nyitotta meg, aki több mint 40 éves pályafutás alatt sosem játszott monodrámát. Meni je neophodno da imam partnera fizičkog. Prosto mi je neophodno, ne umem drugčije. Az idén első jubileumát ünneplő Monodráma Fesztiválra a közel 30 régióbeli jelentkező közül 7 előadást válogattak be a versenyprogramba. Ove godine imali smo jednu temu, temu festivala, to je omaž velikim umetnicima, piscima. To je bila neka nit kojom smo se vodili pri selekciji i to je neki način uslovilo ovogodišnju selekciju. A fesztiválon két magyar előadás is versenyzett. Csütörtökön Fülöp Tímea lépett színpadra. Egy szó című összeállításában magyar költők verseivel mondott el egy szerelmi történetet. Lemondani és fejet hajtani egy sértett férfi oldalán, aki azon tűnődik és munkál örökkön, hogy ostorozzon jobban, hogy gyötörjön. Ki minden jóra rásüti, hogy vétek. Ki fél, sem értek. Kit félek, s nem értek. Egy férfi mellett ki másra vágyik, többre, és nincs tehetsége semmi az örömre. A fájdalom jogából mit sem enged, fájdít, ha fáj, és szenvedtet, ha szenved, ki igazamat sosem látta be, mert igazát szegezte ellene. Egy férfi mellett kinek húké lettem, ki tönkretett, kit én is tönkretettem, s most úgy sajnáljuk és emésztjük egymást, mint élő bűnnyel, izzó szemrehányást. Egy férfi mellett kit mindenek felett gyűlölhetnék, de mégis szeretek. Mellette kivel élni nem tudok, de aki nélkül elveszik azonnal. Ki bűntudattal büntet és iszonnyal, mert szemem láttán pusztul el miattam. Kinek amin volt, tékozolva adtam, most mégis rág és sírva szegezi le, hogy holdús lehet, hogy nincsen semmije, aki kifosztott és akit kifosztok. Kivel napjaim külön kicsi poklok, de aki mellett egy-egy ritka percben haláltalanná teljessé növekszem. Kicsi korom óta foglalkozom versekkel, és nagyon sok versenyen vettem részt, és hát igen, díjakat is nyertem, és nagyon, nagyon kötődöm, és tényleg nagyon rajongok a versek iránt, és úgy jött ez az ötlet, hogy én úgy éreztem, hogy egy kicsit még úgy tartozok magamnak azzal, hogy befejeztem az akadémiát, viszont úgy éreztem, hogy nem csináltam eleget, vagy nem tudom, és akkor én kitaláltam, hogy színpadra szeretnék állni, de viszont nem úgy, hogy csak szavalok és csak verseket mondok, hanem ezt egy előadásba foglalni. Lőrinc Tímea pénteken Lars von Trier Hullámtörés című filmjének a színpadi változatával állt a közönség elé. A tiszteletes azt mondja, baj van. Baleset történt a toronynál. Ezután nem emlékszem, mi történik. Elájulok. Percekig eszméletlen vagyok. Kivisznek a futballpályára, a szállító helikopterhez, amivel hazahozzák Jant. Köszönöm, uram. Boldog vagyok, hogy megajándékoztál. Csak dr. Richardson meg Dodó mehet fel a gépre. Engem nem engednek, pedig én is látni akarom Jant. Tudni akarom, hogy mi van vele, fel akarok menni hozzá. Dodó jön kértem is, bevezet. Jan ott fekszik egy hordágyon. Nagyon zug a gépezét, megkérdezem, hogy hall-e engem. Jan nem válaszol, ezért megfogom a kezét. Megkérdez, hogy mit csinálok vele. Csak fogom a kezedet. Rám kiabál, hogy ne nyúljak hozzá. Ne nyúj hozzám! Megijedek és elengedem. Bevisszük a kórházba. Sokan vannak körülötte. Orvosok, mentősök, nővérek. Én nem tudok mit csinálni, csak sírok. Nem tudom, mi történik. Dodó lejöttet és kéri, hogy beszéljek, de én nem tudok mit mondani, én nem tudok megnyugodni. Dodó azt mondja, hogy nem lesz semmi baj, azonnal meg kell műteni. Nem akarnak beengedni hozzá, de én vele akarok lenni. Dr. Richardson meg Dodó nem hagyják, hogy vele legyek. Én nem akarok hazamenni, mert nekem mindig mellette kell lennem.
bármilyen extrém esetről is van szó, meg bármilyen extrém dolgot megcsinál ez a lány azért, hogy a szerelme ismét jó legyen, és hogy vele legyen. Mi arra húztuk az egészet, hogy ez egy gyógymese az emberek számára, és igazság szerint számomra is. A szombaton véget ért fesztiválnak két legjobb előadása lett. Az egyik az egy őrült naplója, a másik Milena Zsivánovics Edith Piaf előadása lett. Lőrinc Tímea külön díjban részesült. Október 11 és 14-e között tartották meg a Szarvas Gábor nyelvművelő napokat Adán. A rendezvénysorozat keretén belül az általános és a középiskolás diákok is megmérettettek különböző versenyeken. Az esemény zárónapján nyelvészek mutatták be a nyelvművelés területén tett kutatásaik eredményét. A férfi elgondolkodott, miközben felhúzta a bújcsizmát. Magára látott a vízállóköpenyt. A nyitónapon a középiskolások versenyeztek. Először egy szabadon választott prózát kellett előadniuk, majd a verseny második felében egy kötelező szöveget kellett értelmezniük. A legjobbnak Varga Nikoletta, az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium diákja bizonyult. Szerinte fontos az ilyen beszédversenyeken való részvétel. Nagyon műveli a szókincsünket, és sokkal választékosabban tudunk majd beszélni. A másik pedig, mert hogy nagyon fontos foglalkozni ezzel, mert műveljük magunkat így. A versenyre nem csak vajdasági középiskolák diákjai jelentkeztek, Magyarországról is érkeztek versenyzők. Nagyon fontos, hogy minden gyerek tudja azt, hogy minden gyerek tudjon a saját anyanyelvén beszélni, és nem is akár, hogyha nem választékosan, és szerintem ez egyre jobban elhalványodik a társadalomba, és ezért fontos, hogy ezáltal a versenyek által is ezt megpróbáljuk kicsit serkenteni. A beszédversenyt még a 90-es évek elején kezdeményezték, azzal a céllal, hogy a kisebbségi környezetben az élő beszédkultúrát fejlesszék. Akkor még nem is gondoltunk arra, hogy a szövegértéssel is gondok lehetnek, de időközben ez is megmutatkozott, úgyhogy a kötelező szöveg megfelelő tolmácsolása, elmondása, az összefüggésben van a szövegértéssel. A nyelvművelő napok versenyének derekán a 7. osztályosoké volt a főszerep. Egy tesztet írtak a tanulók. A 15 legmagasabb pontot elért diák juthatott be a nyelvművelő verseny döntőjébe, ahol villámkérdésekre kellett válaszolniuk. Urran! Cserre! A közmondásoknak megadta a jelentését, és nekünk el kellett mondani, meg a vicces jelentését is megadta, és azt is, meg hogy adott ilyen össze-vissza szavakat, és abból ki kellett találni egy ilyen sportnak a nevét, meg volt olyan, hogy mondott egy szavat, és annak meg kellett mondani a párját, például lótifuti. A versenyzők szerint fontos, hogy ilyen és ehhez hasonló versenyeken megmérettessék magukat. Ha ilyen versenyeken vesznek részt, bővíthetik a szókincsüket, és szebben ki tudják fejezni magukat. Te vettél-e már részt hasonló versenyen? Hát helyesírási versenyen voltam, szerintem az ugyanennyire fontos, de ilyen típusúból ez az első. A mai diákokra nagy hatással van a média és az abban feltűnő trágár beszéd, valamint szleng. Ezért a magyar nyelvet oktató pedagógusoknak nagy feladat, hogy megtanítsák és megszerettessék az anyanyelvet. Ma már, ahogy azt az előbb belefűztem, beszélnek, hogy angolul kell tudni, meg németül, meg különböző idegen nyelveket, mert akkor tudnak megmaradni. Igen, kell tudni, én is azon vagyok, hogy több nyelvet ismer több ember, de igazán az anyanyelvét kell, hogy ismerje. Na most hát ez kevésbé jellemző a gyerekekre. A Szarvas Gábor nyelvművelő napok keretein belül kihirdették a tavasszal lezárult nyelvművelő pályázat eredményeit is. A szervezők általános és középiskolás, valamint felnőtt kategóriában is nyertest választottak. A rendezvénysorozat Szarvas Gábor mellszobrának megkoszorúzásával, kiállítás megnyitóval és tudományos tanácskozással ért véget. A koszorúzási ünnepség nyitóbeszédében elhangzott, hogy az anyanyelv átadásában és ápolásában meghatározó szerepe van a családnak. Az anyanyelvi ismeretet a családnak kell megalapoznia, és az iskolának kell folyamatosan fejlesztenie. A nyelv segítségével közöl az ember gondolatokat, ért meg másokat, szerez ismereteket. A nyelv teszi lehetővé, hogy társadalomban éljen. Ma nincs fontosabb, mint hogy egységesül a Kárpát-medence magyarsága, emelte ki Hajnal Jenő. Ebben az egységesülésben a nyelv egyrészt úgy bontakozzon ki és alakuljon, hogy ezt az egységes szemléletmódot mutassa föl. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy a helyi értékek, színek, sajátosságok, nyelvjárási vonások megőrződjenek.
A koszorúzási ünnepség után megnyílt Arany Jánosról, mint nyelvűvelőről készült kiállítás, amely az újvidéki szerb Matica virtuális kiállításán alapszik. Ezt követően kezdetét vette a tudományos tanácskozás, ahol 8 nyelvész mutatta be kutatói munkáját. Bogár László a férfi és a női kommunikáció közti különbségeket tanulmányozta. Nekem nagy álmom, hogy minél többen ismerik meg ezt a csodálatos tudományt, a retorikát, és arra voltam kíváncsi, hogy a retorika tanítása során kell-e különbséget tenni a nemek között, vagy sem. A szervező véleménye szerint az emberek fontosnak tartják, hogy helyesen és szépen beszéljenek magyarul. Az emberek örülnek annak, hogyha föl tudnak figyelni arra, hogy valami szokatlansággal, a nyelvi normától valami való eltéréssel találkoznak, és szeretnének helyesen beszélni. Nos, nem mindig van erre módjuk, hogy megtanulják ezt, és hát nem feltétlenül pozitív példák vannak előttük. Kritikával szemlélik egyébként azokat az elhajlásokat, amelyeket a média is közvetít feléjük. A nyelvművelő napokat először 1970-ben rendezték meg biennális jelleggel. Volt, amikor be is tiltották az eseményt, azonban a 90-es évek elejétől minden évben megtartják. Ennyi kulturális tartalmat szerkesztettünk erre a hétre, jövő héten várom Önöket, viszontlátásra!